vannak, amikre nem is lehet felkészülni, úgyhogy kíváncsi vagyunk, hogy hogyan kezelik ezeket a váratlan helyzeteket, hogyan kezelik a stresszt. Hát, ja, vannak, akik nehezen kezelik a stresszt, azt tudjuk, vannak, akik nagyon ügyesen kezelik a stresszt, valakik stressz alatt rosszabbul teljesítenek, valakik stressz alatt nagyon jól teljesítenek, és még többet hoznak ki magukból. Nézzük, hogy ezek a fiúk, lányok miért tört eddig, remélem mindenkinek betöltött amúgy, rendben, hogy teljesítenek stressz helyzet alatt. Ugye maga a csapat kapitány, a killer az első mérkőzésen, nézzük, mit tud nyújtani nekünk ez a fiú. Mr. Croki, férfi már igazándiból. Nézzük, és nézzük, hogy a Soslon team, ahol most a csapatkapitány nem veszte egy Survivor-ként, hiszen ő fog kilerezni a visszavágóba. Nézzük, hogy teljesítenek a srácok. Vaduljatok meg, egyből egy early paletta Ricky részéről, amit egyből szét is tör Croki, de sikerül megvakítani, sikerül belefutnia, sikerül kiblokkolni az ablakot, gyönyörű Crokitól, vakon kiblokkolta az ablakot, mert tudta, hogy Ricky az ablakra akar menni, az egy picit greedy volt ez a vakítás szerintem már így az elején, de el is engedi, mert tudja Croki, hogy a genek sokkal fontosabbak, legyen mindenki sérült, és majd aztán intézi, amit intézi kell, erős kezdés. És meg is találja, le is interi, de hát a killer nem inteltene, hanem elkapta a Rikit. Ügyesen beteleportált elé, nagyon szép megoldásokat láthattunk tőle. Nézzük, egyelőre hátrányban a Soslon csapat. Generátorok nem igazán készültek el, megvan az első akasztás, de hát ez még nagyon az eleje a játéknak. Ezt többször láttuk egyébként, hogy nem jönnek ki a lockerből, csak nézelődnek a srácok, hogy mi a helyzet itt, mi a helyzet ott. Igen, közben Haniel pontosan tudja, hogy mi a dolga, gyorsan zárni kell ezeket a lokereket, hogy legyen esélyük, mikor oda teleportál a killer. Nem hülyeség, amit itt látunk. Igen, ugye oda nem mehet Croki, ezért most ide valamiért felteleportált. Ja, a generátor, amit ketten szerelnek, vagy hárman, mi hárman szerelték itt ezt a generátort, ezt nagyon ügyesen megakadályozta Croki, és... lepauzolták a húkot, ez nagyon szép a Soslon csapattól. Nagyon szép volt, egészen pontosan egyébként Bralisztól, ez egy nagyon szép megoldás volt. Ja nem is ő volt valószínűleg. Csak azt hittem, mert ő szaladt el ott arra. Nem tudom, ki csináltad, hogy ezen a mapon az alsó és a felső szint annyira közel van egymáshoz, hogy bárki meg tudja fentről is, bárki fentről is le tudja pauzolni a dolgot, úgyhogy ez nagyon szép volt, nézzük. Oké. Egyelőre nem tudják Rikit leszedni. Nagy a probléma a csapatnál. Ez itt bizony egy down. Igen, és hoppá, bedurantak itt a közelítsenek. Ezt tudjuk mit jelent, Haniel a földön. Rikinek ez egy second state instant. Ögyen. Ojjajajajaj, Nokedli megzavarodott. Azt hitte, hogy ez a 12 és 3 negyedik vágány, vagy mi az Isten, de nem lehetett átmenni a falon. Ott nem lehetett, a sötéttől megzavarodott. Attól tartok, hogy ő nem egy risét abuser. Ő nem egy gyenge szar, mint jó magam, ő szerintem nem használ risédet. És nem látott ebbe az iszonyatos sötétségbe, hogy merre kell mennie. Nem emlékeztem a vágányra, köszönöm a javítást. De ott bizony nem lehet. Az biztos, Croki azt mondta, hogy na jó, verseny van, lock in. Duranjunk be, nagyon erős kezdés, szinte mindenki a földön. 5 gem van hátra, ez elképesztő pressure egyébként. Elképesztő. 5 még elkapja, és mindenki a földön. 5 még elkapja, nézzük, Ricky mit tud kihozni ebből az iszonytalan reménytelen helyzetből. Nézzük. Oké. Bum, kapta a vakítást. A vakítás az most itt nem segített egyébként semmit Rikinek, a futás többet segített volna. Igen. Bum, kapja az OTR-t. Nem ment földre, ugye hallottuk, hogy nincs hangja. Nézzük, hogy meg tud-e bárkit menteni. Tud-e valamit kezdeni ezzel a situationnel. Hol a killer? Alatta, felette? Én se tudom lementeni magát gyorsan. Alatta van. Jó, felszedi. Jó. Igen, egyébként az OTR-t ezt elfelejtettem, hogy van egy ilyen bug vele, szóval most ő újra fog tudni tékelni az OTR-rel, bizony. Ez talán nem a legfelebb dolog, nem mintha szerintem most Crokit az annyira zavarná, akkora előnyben van. De igazad van, az OTR-t azt el kell lehet távolítani. Csak ma már a versenynapon nem nyúlok bele, mert az unfair lenne.
Ma már nem nyúlhatok bele, de igen, ezt a következő hétvégére már ki kell szedjük sajnos. Ha nem javítják ki. Igen. Ezt próbáljátok meg nem abjuzolni a versenyen, léci azért. Egyszer-egyszer betékeltek, de próbáljátok nem kiabjuzolni, mert az nagyon nem lenne szép dolog. Jó, nézzük, meg van a következő akasztás. Sikerült valamennyire resetelniük, de... Tesó, genezni idő? Mikor? Mikor? Semennyi idejük nincsen genezni. Ekkora pressure? Hát tegnap azt hittem, hogy összeszarom magam a dredge-től, hogy mekkora pressure-je volt. Hát ez a pressure, ez négyszer akkora a mai napon, mint az előző, és hát nem, most van ideje, érted? Annyira ráér, hogy szét tudja szedni a lezárt lakatokat. Nagyon durva, nem tud a közelébe menni, nem tud. Hihetetlen. Körülbelül igen, körülbelül ennyi gem van kész. Nehéz a helyzet. Igazából, hogyha ezt így leendeli Kroki, akkor a következő csapatnak Sosinak olyat kell menni, hogy egy gent se tudjanak beszerelni. Csak akkor tud egy ilyen rematchet kihozni belőle. Na nézzük. Nagyon keni a faszi, nagyon keni, és meg is van tökéletes teleportáció. Közben tudja, hogy már nincs értelme leszedni a társát, felesleges ezzel húzni az időt. Pontosan tudja, hogy be kell szereljük a geneket, mert ez az egyetlen esélyünk van, hogy segítsünk a killerünknek majd, hogy legalább egyen menjen el, ha más nem. Szerintem nagyon szépen csinálja, ugye, mert itt sokkal fontosabbak, itt a legfontosabbak a genek, elsősorban a genek a legfontosabbak ezen a tornamenten. Ő megértette Braliza feladatát, egyértelműen szerintem ezt megbeszélték, hogy tesó, te meghalsz a húkon, valószínűleg mindannyian meghalunk, de egy becsület gent, hogyha beszerelnénk, az mindenképp segítene a killerünkön. Hát az biztos, hogy Kroki egy vadállat, az tuti, ott is van, megvan mindenki, GG. Gyönyörű nyitó mérkőzés, hát ezt nagyon keményen lerendezte Kroki. Azt mondta, hogy tudod mit? Akkor én most bedurranok. Lehet, hogy mégis csak megérte a Kroki csapatra rakni a pontokat. Nem bíztatok bennük, de most bizonyít az ifjú kapitány, hogy... De bizony, ők felkészültek rendesen a problémák ellenére. Úgy érzem, hogy nem nagyon hatotta meg őket. Nem nagyon hatották meg a problémák. Te bíztál bennük? Jól tetted. Ez egy nagyon erős kezdés. Nagyon erős. Berakták a hangulatot így az elején, hogy na, akkor erre lehet számítani a Kroki csapattól. Nézzük, hogy hogyan reagálnak erre majd Sosék, ugye? Vagy már még maga a csapatkapitány. Tényleg, csapatkapitány versus csapatkapitány, mert most Sosi lesz a killer a visszavágóban. Bizony. Igen. Teljesen jó. GG. Éppen benne vagyok a közvetítés közepébe. Na nézzük. Azt a bizonyos visszavágót. Soslón ugye elő is kapta a legendás skint. Ú, ez ilyen hangos ez a skin? Ilyen hangjai vannak? Mondjuk az összes skin egyébként direkt ilyen hangosabb. A sötétség miatt, hogy halljad, hogy honnan jön. Nézzük. Nagyon kemény pressure lehet most itt rajtuk. Persze ez még csak az első game. Hoppá, Sosi azonnal ugyanúgy megtalálta az ellenfelét, mint Kroki. Egyelőre nagyon erős kezdés, egy másodpercet nem vészelt volna el belőle. Nagyon szép volt. Tudja is, hogy erre jön. Itt ez egy hit lesz. Nem lett meg a hit. Az nagyon kellemetlen, és meg is vakult, de már... Ja, el is teleportált? Azt hiszem, hogy már fogta is volna az... Szerintem ez lehet, hogy véletlen volt? Nem tudhatjuk, de már talált is magának egy másik ellenfelet, aki nem más, mint Nikola, aki a spinburst-ét tartogatta, és egyáltalán tudja, hogy nincs más dolguk, nem kell spórolni a palettákat, csak megakadályozni, hogy Sosi tudjon pressure-t kialakítani, meghalni, azonnal dobálják a palettákat, pontosan tudják, hogy mi a helyzet. De Sosi például pontosan tudja, hogy itt viszont mennek a generátorok, mert hárman ráültek, mert tudták, hogy nagyon fontos a generátor, hogy elkészüljön. De nyilván ezzel Sosi is tisztában van. Úgyhogy nem engedte meg nekik ezt a luxus, ezt csak ilyen simán befejezik. Az még egy szám volt Bubától. Nézzük. Ki is megy Buba, nem szarozik. Nézzük ezt, hát ha összefut a killerrel, hoppá! Meg is van az első dám. Szerintem megvan, így van. Sikerült is leütni, hoppá, látjuk, hogy bedurant a gen. Nagyon szép, nagyon izgalmas. Legalább az eleje ennek a mérkőzésnek. Még nem dölt el semmi. Itt van mellette a dolog. Sosi jövött fel, hogy még egy picit elküldi onnan a fiút.
Sikerül belerugnia? Nézzük. Jön ide segíteni neki, hogy mehessen a double genezést? Nem, inkább nem. Inkább nem, inkább nem. Opa! Edemnek lezáródott a generátorja. Nem tudja használni, mindegy generátor lezáródott. Hol jaj. Szembefutottak Sosival. Nézzük, Sosi mire megy rá? Mert ugye tudjuk, hogy ezáltal akkor milyen perkei vannak. Ez egy nehéz döntés, amit most meg kell hoznia. Tunnelözzek, vagy megyek egy másikra, hogy megint lezáródjanak a genek. Mind a kettő jó döntés, de az egyik talán jobb, mint a másik. Ezt nehéz megmondani egy ilyen helyzetben. Megmondom össze, hogy nem tudnék dönteni, hogy melyik a jobb. De igazából elment. Elment a szörvi, úgyhogy nem tudta, hogy merre megy, úgyhogy új embert kell magának keresni. Most erre is ráálltak ketten, ugye Hessen közben menekül. Buba is ráment egy másik gen, amit sikerülsen berobbantott, ami nagyon fontos Sosinak, ezek a robbantások nagyon hasznosak. Hújj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 
Bubával a folyosón, ahol nem tud sehova elmenekülni Buba. Megpróbálja még megjátszani, és megjátsza a sarkot! Nem vette észre Sosi! Ó, és eljut a palettáig? Ez óriási play, ez óriási play! Nem vette észre a sarkon, pedig ez egy free drum volt ott, és beszerelik az első gent. Edem, azt láttam, azért azt láttam. Na mindegy. Ez egy nagyon komoly play volt, ez egy nagyon durván jó play volt. Nem sikerült bevakítania viszont, az már egy, ez egy, már egy level 2-es Blood lesz, ha jól látjuk a képernyőn. Szóval már nagyon gyors Sosi, de még így is el tud futni Buba, ha jól látom. Így van, és sikerül beszanolnia. Hoppá. Ott is készülök a genek. Ugye ez nem lehet szétrugva még mindig. Erre így, én nem kell egy kortyot. Lebukott, hogy ott bujkált a Jennél. Jó, ez egyértelmű volt, hogy meg fogja látni Sosi. Nézzük, eljött a sötétség, teleportál, mint az állat, nagyon gyors. Nézzük, hova. Annyira gyors volt, hogy megszakította, felszakította az univerzumot Sosi. Elképesztő speed. Ez le is van zárva. Ó, ott látjuk Bubát, valamiféle aura reading. Vagy csak nekünk volt aura reading? Nézzük. Egy gen, ugye most állunk döntetlenül, ha innen le tudja hozni Sosi, hogy ne készüljön el több gen, akkor beszélünk újra játszásról. Ha nem, akkor ez eldölt. Nagyon szép, elkészült még egy generátor, így van, sikerült a srácoknak beszerelni a geneket, szép volt. Nem volt egyszerű azért, Buba itt hatalmasat megy egyébként, nagyon sok idejét vészteli Sosinak. Sikerül még le is ugrania időbe. És valószínűleg még itt is sikerül átugrania, így van. Óriási ez a skin egyébként, nem ilyen hatalmas nagy, olyan nagy darabnak tűnik ez a skin. Igen, itt látjuk bizony. Nem, én ezt tudom most már, hogy micsoda. A kérdés, hogy ti tudjátok-e, hogy micsoda. Na nézzük. Bam. Szép volt. És még mindig nem engedi el Sosi Bubát. Én már rég el kellett volna szerintem engedje. Igen, aha, nem ugrik át, türelmes. Én keresnék egy másik embert a helyébe. Ha lett volna a papír és egyből elkapja Bubát, talán meg lett volna az öccsen? Hát ez már nem derül ki, hogy mi lett volna, ha. Azt már nem tudjuk meg. Az biztos, hogy Kroki ezzel a teljesítményen az első kört, azt lehozta. Azt biztosan lehozta a csapatának. Asszut, és a Kroki Servit team csapat is nagyon szépen teljesít egyébként. Meglepően meggyőző teljesítmény szerintem. Ó. Nézzük, ez lezárodott közben ez a gen. Ajj, sikerült végre ledánolni Bubát, innen már nem tudott eljutni sehova. Igen. Nem volt jó, hogy ennyire sok időt töltött Bubával. Nagy hiba volt.
Big mistake, ebben biztos, hogy tanult a csapat egyébként, ebben biztos vagyok, hogy ezt, hogyha analizálják majd gyorsan a következő game előtt, akkor ebből szerintem rengeteget tanultak, hogy ez így nem egy jó stratégia. Ugye, ahogy Bex is mondta, egyből felismerte a hibáit Dredge-el, ebből azonnal lehet tanulni. Hoppá, micsoda teleport! A lehető legjobb helyre! Új, de meglepte Hassant ez a dolog! Azonnal a seggébe, érted? Kérdezés nélkül a seggébe. Nézzük. Hogyan tovább? Még a földön? Most felszedi Sosi? És mehet az akasztás. Bubát még sikerül leszenni Second State előtt bőven. Úgyhogy ez lesz a harmadik akasztás egyébként Sosinak. Biza. Ajja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 jj
És továbbra is követni fogja szerintem Bubát Sosi? Vagy csak próbál? Nem, nem. Oh, gyönyörű, csak ultierje volt Bubának. Beadja a Mind Game-et Sosi. Nem is látta, hogy vissza tud teleportálni oda. Még engem is meg Mind Game-elt, hallott, pedig én csak spectator vagyok. De ezt én is megettem, Nagyon szép volt. Ez gyorsan bezárja Buba, hogy ne tudjon beteleportálni anélkül, hogy betörje a falat. Az egyből letöri Sosi. Nézzük, hogyan tovább. Sikerül leszedni a second state-es Hassant. Beáldozza magát. What the fuck? Ez hogy ment a csajra ez a hit? Jézus Mária! DBD, aló! És az is egy mellé. Melléütés volt. Jó. Nézzük. 25-ös ping abuser? Ping diff, azt mondod? Szép volt. Sikerült leszedniük Hassant. Az egyébként nagyon állaki volt, hogy ott nem Bubát ütötte meg, ott Bubának földre kellett volna mennie. Az nagy szerencse volt szerintem. Ez egy nagy lag faktor volt. Az nem is ping diff volt, hanem... Nem tudom, néha csinálni ilyeneket a DBD. Én is, amikor húknál vagyok, sokkal lassabban nem akarok gyorsan ütni, mert tudom, hogy lassan kell üssek. Bundák ezek a hitek? Sajnos ez benne van a DBD-be, így van. Nem kapod meg, amit megérdemel sokszor. Na nézzük, újra Bubán van Sosi. Igen, az egy szép fast volt. Nézzük, ez egy elég nehéz loop itt. A szörvéknek, ez a killereknek sokkal erős jobb. De egyből el is hagyja el. Sajnos be van zárva. Innen nem tud gyorsan kiugrani, és az utolsó generátor lassan elkészül. Úgy néz ki. Na nézzük, folytatja a chase, folytatja. Hol van a klónja? A másik oldalon! És megint beadja a Mind Game-et. Buba megint a földön. De még nem halott, ez csak a second state-je lesz. Nem tudom, hogy a srácok, igazából mindegy, hogy kimennek-e vagy megmentik, mert igazából ez már eldölt ez a kör. De nagyon szépen végigjátszott egyébként Sosi. Lehet, hogy úgy volt vele, hogy mivel elment, ez inkább gyakorolgat egy kicsit. Inkább gyakorolgatja a chase-t, megpróbál erősebb játékosok ellen fejlődni. Szerintem nem volt rossz döntés, mert amikor elkészült a második gen, akkor már igazából ezt nem nyerhette meg a csapata. Úgyhogy well played. Nagyon erős bekezdése volt ez a Kroki teamnek. 1-0 a Kroki csapatnak. De igazából még nem dölt el semmi. A mentális előny a kezükben van, az biztos. Pi, így van, nagy gigacset. Kösz szépen minden modinak, meg mindenkinek a helpeket egyébként a tornamenttel kapcsolatban. Sokat segítetek nagyon, hogy én tényleg tudjak csak a játékosokra koncentrálni, meg a közvetítésre. Na nézzük. Akkor azt mondja, hogy indul a mandula. Megjött Bubának a szenója, Sosi. Ez az új skin, nem? Vagy valami új, legalábbis a felső legalább. Ez is egy új skin. Ó, ezt nem is láttam, hogy milyen vadul néz ki már így néha. Ezzel a kombóval, ezzel a hajjal, jól összekombózta. Oké, Ricky, ennyit a skinekről, és Braliz, úristen, de vad ez a skin. Valaki tudja, hogy ez mennyibe kerül? Ránéznék erre a Max skinre, nagyon tetszik. Na nézzük, már elő is vette a farkát Buba, nem szarozott, nem szégyellős, ki is csapta. Nézzük, hogy hogy tudja csapkodni. Hopp, ott már kezdődik a tüzes égetés. Sikerült kiégetni? Nem sikerült kiégetni. Nézzük, Sosit megtalálta a killer. Ajj, meg is lett farkalva azonnal Soslon. Nézzük, hogy tud-e valami biztonságos helyre futni. Itt jobbra van egy
paletta. Ej, és nem sikerül elmenekülni, nem sikerül elmenekülni, azonnal megint is az első dám, de a srácok sem unatkoznak, úgyhogy nagyon nyomják már most a gyereket. Nézzük. Pi-pi-pi-pi-pi. Na, meg is volt az első akasztás, a hajt látjuk, be is robbant a gen. Szóval tudjuk, hogy ez egy pérez, és ugye várható volt, az összes gen lezáródott, úgyhogy semmi meglepetés, a meta színpadra lépett. Nézzük. Itt van egy ilyen izé, ezt már jó messziről látja Buba. Így van, már nincs is ott, nem sikerült kiszedni a farkoló üzemmódból, ez nagy baj a survivoröknek, hogy nem tudják kiszedni a farkoló üzemmódból, mert a farkoló üzemmódban nagyon erős ez a killer. Nézzük, hogy mennyi generátort sikerül beszerelniük ez a pressure alatt, egyre óriási a pressure-je Bubának. Nem nagyon tudnak. Genezgetni, bár egy pár már elkészült, nem lett volna rossz a googolós technokedlitől, de nem jött össze, viszont úristen mennyit tudott sprintelni, te jó ég! Te jó ég, ez egy bizony egy overcam volt, bizony láttad a képernyőn kiírva. Ez egy overcam volt, nagyon messzire el tudott futni, az nagyon szép volt, de így is földre megy a seknél, úgyhogy megvan a második akasztás. És a kérdés, hogy előtte be tudja Braliz szerelni ezt a gent, vagy talál-e Pérez húkot? Braliz? Az nem volt meg az a skill check, jó? Csak mondom. Lecsúsztál egy picikét, de ide bekészítette magának a tote, vagy a hogy hívják ott is? Így van, megtalálta Buba, amit meg kellett találni. Úgyhogy ja. Kösz szépen, Alma, megcsináltak, közben tudtok szavazni a döntős killerre, hogyha odáig eljutnánk. Így van. Na nézzük, meg is találta Sosit, már a második húkja lesz, hogyha most sikerül elkapja. Nézzük, Sosi, mit kezd ezzel a chase-szel? Óriási problémák, azonnal megtalálta, azonnal megütötte. Ajja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 jj
jól van, megérte. Azért ilyen nagy egyébként az alsó fertája ennek a karakternek, mert rengeteget googolgat, és ezért ő gyorsabban tud legugolni, mint a többi karakter. Nézzük, hogy megint, és mondom. Megcsinálja, második farok. Dodge. Nézzük. Bupa zavarba jött. Mi ez a... És azt, hogy megint legugol, de harmadjára már nem sikerült olyan gyorsan legugolni, hogy misszit legyen, de gyönyörűen húzta sose az időt, ahogy csak tudta, és ezért cserébe el is készült az első generátor. Nem rossz, azt kell, hogy mondjam. Asztal marad? Nem, az asztal, úgyis most fog új asztalt venni, úgyhogy ez az asztal majd átkerül egy másik helyre. Úgyhogy nem kell kíméljem. Persze nem akarom széttörni, de hál' Istennek az 50 kilommal nehezen török szét bármit is. Úgyhogy nem kell aggódjál. Na nézzük! Következő Chase, Braliz. Braliz vette fel most az agrót, akinek még egy akasztása sincsen. Itt nagyon készülnek ám a Jenek, közben Buba ezt meglátta, hogy bizony. Itt nagyon készülnek a Jenek, szóval azt nem engedheti, hogy csak úgy elmenjenek a generátorok. Úgyhogy nézzük, hogyan tovább. Kapta is a hitet hátba. Ricky. Nézzük, hogy el tud-e menni. Bum. Jól van, az nagyon közel volt. Talán egy picit túl sokat várt itt a farka miatt Bubának. Itt az, hogy ennyit nem várhatsz, igen, mert neki nem kell a közeledbe érnie annyira, mint egy más killernek. Így van, megvan viszont még egy generátor elkészült, ami hatalmas ennek a teamnek. Most kellenek nekik a generátorok, mert mondom, a mentális előny a Kroki csapatnál van. Nézzük, Nokedlinek mi a terve? Lezárodik ugye újra a Jen. Itt közben látjuk, hogy chillezik. Braliz, itt a közelében lehet a killer. Nokedli reszetel most egyet, és Sosronnak nem kéne, hogy megtalálják. És így van, le is szedte magát Ricky a hookról. Természetesen ez a terv része volt, hogy földre menjen. Deliverance-el már le is tudta szedni magát. Gyönyörű volt. Viszont Braliz megtalálta a killer. Kiszedte a farkalóból? Ki bizony? Nagyon szép volt, nem ér el odáig, viszont azért nem Buba, nem hallotta, akkor csak mi hallottuk, hogy itt van valaki a közelben, de nem foglalkozott vele. Szépen, Sosiak nincs más dolga, mint hogy életben maradjon most egyelőre, hogy nehogy kihaljon túl hamar, azt akartam mondani a csapatból, kiessen, az nem lenne túl jó. Jó. Oké. Igen, Braliz a húkon, első akasztása. Ja, nem, most már nem mondtam valamit, majd összeszarjátok magatokat, majd követni fogjuk Braliz. Braliznak vannak tervei egyébként. Ő nem bakeszte a tervek gyártását. Nagyon szépen kiégeti a seggét a killernek Nokedli, de úgy látszik, hogy Buba még ettől függetlenül is sikerül utolérnie.
Nokedlit, nagyon szép volt, viszont Nokedlinek ugye tudjuk, hogy overcamja van, szóval jó messze el tudott menni a killertől. Kérdés, hogy ez elég messze van-e? Annyira nincs messze egyébként, Bubba mindjárt visszamegy forkolóüzemmódba. Úgyhogy jó kérdés, most beleragadt ide, megvárja Bubba, itt a kettő között is át tudna szúrni. Nem sikerült, nem sikerült Nokedlinek ezt megjátszani, azonnal a földön, azonnal a földön. Azonnal a földön, közben sikerült? Még nem sikerült Braliszt leszedni. Ujj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 
menni. Oh, jól van, meg is le is lett pauzolva. Nem ment secondbe. Nézzük, Buba, hol jön ki? A közelébe húgnak, de nem túl közel, hogy ne lassuljon le. És közben itt menekülnünk kell a srácoknak, közben Nokedli már secondon, ugye? Itt resetelnek a srácok, közben megy a gen, úgyhogy senki nem tud rámenni a húkra egyelőre. Óriási. Óriási a probléma. Óriási a probléma. Pára. Nézzük, Sosi megsérült. Ajja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 j
egy M1 csak. Így van. Sosi a földön is, akkor több mint valószínű... Várjál, azért még nem akarom elszólni. Sikerült Braliszt leszedni. Igen. De Sosinak ez így dead. Viszont nézzük csak, hogy itt mi folyik. Nézzük csak, hogy itt mi folyik. Braliznak komoly tervei vannak. A generátorokkal kapcsolatban. Beváltotta a terveit, beváltotta a terveit az ifjú csillag. Az még egy elkészült generátor, szóval most már meghalt Sosi, de kettő darab generátor van hátra, ami egyébként nem rossz, egyébként nem rossz. Ne, nem is mondanám, hogy jó egyébként, de nem mondanám, hogy rosszul állnak. Nagyon szép, nagyon szép. Nyomott Katusz, hát ez nem sikerült Braliznak. Nem baj, Braliz beteljesítette a feladatát. Nagyon szépen csinálta, amiért küldte a team, ő azt teljesítette, én úgy érzem. Ami meg lehet vele beszélve, ő azt megcsinálta. Szép munka. Szép munka. Igen, és ugye kihasználta itt már Bubba az összes akasztását a Grim Embrace-ből, szóval már nincsen neki, mindenkit felakasztott legalább egyszer, meg volt az összes húkja, first húkja, úgy néz ki, hogy Braliznak kettő húk, Nokedinek kettő húk, Rikinek egy húk, és Sosolnak ugye három húk, ő már nincsen itt a gameben. Nagyon szép, Riki az elméjével dodzsolta ezt az ütést. Neki átra si kellett néznie hozzá. Megpróbálta megforgatni, nem jött össze. Nézzük. Hop-hop, az misplay. Miskalkuláció. És földön is van, nem sikerült ledobni azt a palettát. Nagyon szép, nagyon szép. Bubától megvan a következő, megvan a második akasztása is. Ő Steve Deck. Milyen érdekes így a szemed előtt látni a Survivor-öket, nem miközben visszed így a nyaguktán fogva. Nagyon érdekes megoldás. Na nézzük, ez a Jen is már egész jól áll. Ajja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 jj
ha meglátlak téged, beverem a képet, mondánok Edli, és lelépett a csába, bár egy picit beragadt ide, és ez azt jelenti, hogy így meghal, bizony a földre megy, nem tudott tovább szaladni, viszont sikerült Braliznak leszedni a barátját, és ez azt jelenti, hogy Nokedli is kiesett a játékból. Egyre nehezebben fognak így készülni a genek, az biztos. Az biztos. Kezdenek szétesni a skacok. Oj. Bum. Barabim, barabum, bum, bum. Elnézést. Így van, tőletek nem nagyon vannak a pályán, úgyhogy nem nagyon tudják megakadályozni, de nem mintha Bubát eddig annyira meg lehetett volna akadályozni a tőletekkel, mindéket szétütötte, mindéket nem misszelt a farokkal, mindig olyan hely volt, ahol jól rálátott, úgyhogy a töret placement az nem volt a legjobb, az biztos. Egyelőre legalábbis. Egyszer vagy kétszer tudták talán kiszedni farok módból, az nem tett jót a Survivoroknek, for sure. Fusőr. Na nézzük, meg is van Rikinek az első hitje, sikerül kiugrani az ablakon. Nézzük, hogyan tovább. Nagyon szép gondolat. De nem sikerült bevakítani a Bubát. Nice try volt Rikitől, viszont Riki is halott.
Nem tudta, igen, nem tudta, hogy az oldal le van zárva, szerintem ott nem volt ablak se nyitva, ajtót se rúgott be Bubba, szóval az egy teljes completely dead zone, egy ablak van, de az simán meg tudja játszani a killer. Na nézzük. 1v1 maradt, 1v1 maradt, Bralis már felvette a pozícióját, de a killer is tudja, tudja, igen, 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 ez általában mindig a killernek kedvez. És ez most sincsen másképp, megint a killer tudta bezárni a hatchet. Bralis nagy bajban van, Bralis nagy bajban van. És le is lett farkalva, le is lett farkalva. G to the G, G to the G. Így van. Ez kérlek szépen egy 4K, 2 gennél, 2 gennél. Nem rossz, nem rossz. Itt már jóval, jóval világosabb, vagy hogy mondjam, fényesebb a helyzete Soségnak a visszavágón. Bár itt már nem lesz annyira nagy szorítóba rakva, mint az előzőben, bár azért fel van adva a lecke, de azért jobban néz ki ez a helyzet, mint az előző. GG. Úgyhogy ja. Nem egyszerű a helyzete az ellenfélnek. Nézzük. Kroki, Haniel, Nikola, Hassan és Eden. Nézzük. Hennielnek nagyon hamar meg kell találnia valakit, az jót tenne neki. Szervusz Galaxy, szia. Nézzük, le vannak zárva a dzsenek. Hoppá. Azt mondjuk ugyanak, hogy bad meg, mi az, le vannak zárva a dzsenek. Jó, akkor nem is kell kapkodjon a Hennielnek. Látjuk, hogy már előre lezárta a dzseneket, hogy legyen egy kis plusz ideje. Ha jól látom. Ez volt a terve. Meg is találta, viszont sprint burst-je volt Nikolának, ugye ez már nem az első sprint burst-öt látunk nála. Új, de óriási, hát vagy autóém, farokmisz, ezeket a J. Romero-kat nagyon nehéz farokkal eltalálni, úgy érzem. Ez nagyon szép volt Nikolától, és Hennielnek ez nagyon fájdalmas lesz szerintem. Nézzük. El is engedi, úgy van vele, inkább el is engedi, már készülnék, már rakják is le össze-vissza a tureteket. Tudják Ufi, vagy Krokiék, hogy ez nagyon fontos lesz nekik. Az is mellé, az viszont egy gát palett, ettől sikerült megszabadulni a Hennielnek. Nézzük. Tűrű. Itt Kroki nagyon be van biztosítva, azt látom, óriási. Ott a cucli, itt vannak buildek mögötte, valamiért rángatja a kamerát. Nem nagyon tudtam megnézni, hogy mi van még körülötte, de ott voltak dolgok, szóval nagyon nagy biztonságban jelezik egyelőre. És mindenki folyamatosan koncentrál arra, hogy igazából nem is Krokiról beszéltem szerintem az előbb, de nem baj. Mert itt van Kroki, akit meg is talált a killer, viszont le is rázta. Hoppá. Szép volt Krokitól, szép volt. Nézzük Haniel, hogyan tovább. Egyelőre nem ment el egyetlen egy generátor sem, ez miatt nem kell aggódjon a killerünk. Ez egy nagyon szép továbbszaladás volt Edemtől. Nézzük, meg tudja elfarkalni Edemet most. Nem, nagyon szépen loopolja ezt a loopot. Igen, megint tovább. Probléma. Szervusz Seni, örülök, hogy látlak egyébként, és eldurant az első generátor. Jó. Nem a legjobb, nem figyelsz a helyzet a Soslon csapat számára, azt érzem. Henny szerintem nem nagyon szokott killerezni, vagy ezzel a killerrel nem, úgyhogy elég nehéz szituációba került. Bátor dolog ezt így bevállalni. Nézzük, nincs is könnyű dolga, ugye. Itt van egy Kroking. Ott vakítás is próba is volt, az ki lett dodzsóba, viszont kiszedve a farkalásból. Nézzük. Sérült, Kroki, azzal levágja a palettát, nagyon helyes, nem vicceli el. És meg is van, és megmindgameli, gyönyörű Haniel-től, gyönyörű próbálkozás. És hát nem próbálkozás, gyönyörű gondolat volt, sikerült Krokit földre küldeni, nagyon szép. Remek döntés volt tőle. Féltek, hogy ez egy pénz lesz, egyelőre, opá, az volt, csak a másik gyerem. Csak egy másik gyerem volt Pérez. Na nézzük, le is záradott az összes, hát ugye? Ezt láttuk az előző gémen is.
ezt a kombót. Nagyon népszerű, nem csak ezzel a killer elsz, de mindenki nagyon ügyesen bejön, de Henry körbenézi, hogy mi a helyzet. Kinyitja ezt az ajtót, ezt ugye a buba nem lépte meg. Nem véletlenül, viszont Henry úgy dönt, hogy inkább kinyitja ezt az ajtót. Ezt a Breakable volt, megnézzük, hogy ez majd a javát fogja szolgálni, vagy inkább kinyitott egy menekülési útvonalat a Survivoröknek. Ez sokszor jó lett volna Soséknak Survivorbe, hogy ott ki tudnak szaladni. Ez buba szerintem nagyon jól csinált, hogy ezt nem nyitotta ki azt az ajtót nekik. Na nézzük! Sikerült belerugni egy gembe, sikerült pénzelni, ott a háttérben láttuk, hogy nagyon megy az egyik gen, és itt sikerült J-Romero-t, azaz Nikolát elkezdeni üldözni, és be is fut ide, ahol geneznek, de ahogy látom, a killer végül nem jött vele, úgyhogy ez egy free generátor, az első generátor valószínűleg el fog készülni, viszont az első húkos Croaking, hop-hop, közben újra Chase-be került, ahogy láthatjuk, viszont elkészült, ja, már két gen elkészült, ne arra, úgy rosszat mondtam, már három darab gen van csak hátra, ez a másik gen volt, ami elkészült. Nézzük. Kapja a tüzet, nem foglalkozik a tüzetekkel annyira, ki is szedték. Ez itt egy hit Croakin, de bizony jól gondolod, ez itt egy OTR. Indeed, my friend, indeed, úgyhogy nem került földre. Na nézzük. Hogyan tovább? Utálom ezt a hangot, rémálmaim vannak ettől a tüd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 ü. De sajnos ilyen a xenomorfok élete. Hozzá kell szokjanak, nincs mese. Nézzük, hogyan tovább. És meg is van neki Adam, nézzük. Sikerült-e megakadályozni, hogy ezt a gent elkészítse egyelőre? Nézzük, hogyan tovább. Croaky továbbra is sérült, Adam továbbra is sérült. Hogyan tovább? Igen, a legendás autolúp, ezt Eden nagyon jól lúpolta már a meccs elején. Még egy irányra elkészült, sikerült nem csak bestunolnia, de még be is vakítania a killert, és sikerült bejönnie a segbe, amit nem tud szerintem pontosan henni, de mindjárt rájön, így van. Viszont itt is van egy töret, nagyon jó helyen lúpolja, nagyon gyönyörű toilet pozíció, nagyon jó irányba vitte rá a killert, a killer inkább el is engedi, tudja, ez így nagyon sok időbe telne, és bizony majdnem elkészült ez a generátor is. Úgyhogy a... Oké. Be is szerelik a következő generátort, úgyhogy ez bizony behúzta megint a Croaky csapat ezt a pontot is. Ez azt jelenti, hogy 0-2 a Croaky csapatnak. Szép munka volt tőlük. Most kerültek igazán nagy bajba Sosék egyébként, mert itt még egy hiba, és sajnos vége mindennek. Az a helyzet. Szerbusz Riki, szia. Üdvözöllek. Nézzük, Henny ki tud-e még hozni belőle valamit? Puff! Kapta a hitet. Ez kevésnek tűnik nekem. Már Adam ki is nyitotta a kaput. Vagy 99 ez igazából. Nehogy megszívassa a csapattársakat. Nézzük. Ki tudnak-e jutni négyen itt? Itt már csak ez a kérdés, hogy ki tudnak-e menni négyen? Hoppá, másik kapu még nincs kinyitva rendesen, úgyhogy Hessen kapta a hátba szeretgetést. Nézzük. Jó. Hát, és pont itt van egy tökéletes helyen. Egy töret, és ki is tudott menni mindenki. GG, ez meglett a 4K neki. Nagy bátorság volt Henrytől, hogy bevállalta, be kellett vállalnia, de ez most nem jött össze. Ez most nem sikerült. Úgyhogy bizony. Ez itt kellemetlen, de 0-2 a Croaky teamnek. Gratula nekik egyébként, hogy behúzták ezt a pontot is. Hát nézzük, hogyan tovább. Sziasztok, eddig nem köszöntem be, de ez az első vége óta itt vagyok. Milyen drámára értünk vissza. Hát ez ilyen sajnos. Ez sajnos ilyen, ez egy újabb nehézség, de
Ez a nehézség most nem számít, mert sokkal nagyobb nehézségek vannak előttünk, legalábbis a Sosi csapatot nézve. 2-0-ról kellene felállni, nem akartak rimecset, azt mondták, menjen tovább. Úgyhogy nézzük, menjen tovább. Ezt a párharcot várom 3 éve, gyerekek. Ha figyelitek, akkor Nokedi lesz majd a másik killer. Házas párok mérkőznek meg a magyar DBD csúcsán. Oda néz. Na nézzük akkor. Nikola VS, ugye Braliz, Soslon, Heniel és Ricky. Na nézzük. És Evelyn ki is váltotta a parancsát, azt majd intézik a modig, de ezt már nem merem rábízni Almára, mert most már nagyon le vannak foglalva a moderátorok. Szóval, ja. Most már tényleg over dolgoztatom őket. Ugye láttuk, hogy óriási snipe-okat játszik Nikola, és ha minden igaz, kontrollerről játszik, ami külön érdekesség, hogy nagyon szépen nyomja kontrollerről. Legalábbis a múltkor azt hiszem nekem ezt mondták, de ebben nem vagyok biztos, abban biztos vagyok, hogy a snipe-jai nagyon szépek voltak a selejtezőn, úgyhogy egyből el is pikkelte őt Sosi, hiszen tudta, hogy szüksége lesz egy ilyen, vagyis nem Sosi, sorry, Kroki, mert tudta, hogy szüksége lesz, pedig Kroki kritizálta az artist picket, de aztán közben kiderült, hogy igazából csak irigy volt, hogy valaki ilyen jól artistozik, úgyhogy gyorsan be is húzta magának Nikolát. Itt killer, és meg is érkeztek a snipe-ok, ugye? Így van. Na nézzük. Bam bam bibim bum. Ja, ma szólt? Ja, oké, jó. Boom, kapta is Ricky a down-t, azonnal megvan az első down, és közben elkezdtek ezerrel dolgozni Sosék a generátorokon. Nézzük. Hogyan tovább, meg is lesz az első akasztás, úgy látom, hogy senki nem tudja ezt megakadályozni. Nagyon jó nyitás. Nézzük. Hoppá, kapta. Bum. Oké, nagyon szép volt az átugrás, még pont időben. Közben Sosi küzd a madarakkal, nem sikerült időbe a madarakat leszedni. Nézzük, eljön azonnal. Hoppá, milyen gyorsan el tudod menni, ugye azt láttátok, hogy mi volt. Nagyon gyorsan el tudod jönni Rikér, és sikerül leszedni. Így van. Nézzük. Oké, nagyon szép Rikinek volt, még volt OTR-je, szóval nem ment azonnal földre. Ez kellett neki, ez a kis plusz időhúzás. Ugye Rikinek már van egy hookja, Nikola rámegy a tunnelre, úgy volt vele, hogy aha, erre szükségünk van. Nagyon szép, megvan a madár, hát nem tudom, hogy Riki ebből ki tud jönni ebből a szituációból. Elnézést kérek, Riki, pedig Riki annyira egy gyenge játékos egyébként, nem láttam még, hogy meg tudna játszani bármilyen loopot, még egy gátpaletet sem tud ledobni. Riki, megpróbáltam, nem akartam rátszórni az átkokat, hogy megdicsérlek, nem jött össze, gyönyörű forgás volt, de nem volt elég Nikola ellen, nem volt elég, ez első generátor már elkészült, viszont Rikinek megvan a második akasztása is. Necces a buli, azt kell, hogy mondjam. Viszont szerelnek, mint az állat a srácok, szerelnek, mint az állat. Nem hiába. Opa, meg is van a következő snipe Bralizon, közben elkészült még egy generátor, és Sosi mindjárt befejez még egy generátort. Hát nem pihennek, kihasználják azt, hogy Nikola tunnelozik. Nem mondod, úristen, mekkora izé volt Sprint Burst. Pont annyira jó volt, hogy ne tudja kiszámolni pontosan Nikola, de ez nem számít, mert neki nem kell pontosan kiszámolni, utána hátba küldött a madárral, és már meg is sérült Eniel, hát ez egy óriási comeback play volt tőle. Közben elkészült ugye Sosinak is a genje. Nézzük, elég nagy bajban van Henny. Leszedte magára azonnal a motorot, de ez nem volt elég. Közben Rikit leszedték még egyszer. Nagy a baj. Közben Braliz befejez még egy gent, hát megőrülsz. Elképesztő. Közben tudnak itt resetelni, közben ugye Henny elmény csak most akasztódik fel. Hatalmas gameplay a csapattól. Hatalmas gameplay.
És az egy double slide volt, csak mondom, mind a ketten kapták a bulit. Oké, ki az, nem látom. Mondjuk, ja, én tudok kamerát váltani, igazad van. Ez kérek szépen Ricky, aki deathookos. Na, ez viszont probléma. Ajajajajajajajajaj, és meg is sérült, paletta ledobva. Nézzük. Nikola teljes mértékben eltervezte, hogy ő akkor most itt, ez nagyon szép dodge volt. Elkapja Rikit. Nézzük, ez a flashlight lehet, hogy jó play lesz, mert ugye tudjuk már, hogy OTR-je van, és nincs nagyon hangja, szóval Nikola nem tud mit hallani, hiába a gamer füles. Nagyjából jó erre indul el. Nézzük, Ricky húz annyi időt, amennyit csak tud a csapatának, közben készülnek a genek, készülnek a risetek. Nézzük, mire képes Ricky. Uramatyám, ki ez a faszi, megint meg 360 olja, ez már a második a mérkőzésen. Elképesztő, de egyébként nincs endurance rajta, szóval akkor már lejárt az OTR-je, szóval hogyha itt most hit kapja, ha itt éri a fiút, akkor, és elengedi Nikola, ajjajajajajaj, most engedi el, talán később, talán még időbe, nézzük, ez hatalmas playek egyelőre, Nikola ellen így tartani magadat, nem egyszerű, le is snipolt ugye Braliszt, de Braliszt nem esik kétségbe, tesó, megsérülök? De mégiscsak leszáll a Jerry, azt hittem, hogy soha nem fog leszállni a Jerry, mert ő neki küldetése van a generátorokon, ugye? Neki komoly küldetései vannak ebbe a csapatba, de úgy van vele sose, hogy ne aggódjál, ifjú tanítványom, mi befejezzük, amit elkezdtél, és közben Ricky egy másik gent a biztonság kedvéért szerel. Ja nem, de, nem, de, egy másik gent a biztonság kedvéért kezdett, csak közben besegített neki Haniel, akinek szerintem még nem volt, de már volt egy húkja, szóval van két húk Rikin, egy húk Henny ellen egyelőre, úgy áll az állás. Jó, be is fejezték a gent, elképesztő. Elkészült öt gen, nézzük hányan tudnak kijutni majd ebből a helyzetből. Bum. Jó van, nagyon szép volt, tehát azt tudti, hogy Ricky most elvitte a sót ezekkel a csészekkel. Bőven elég időt teremtett a többieknek, hogy ne tudjanak pressure-t kialakítani. És még mindig nem fél a fiú, benne megdenteli a barátjait, viszont sosék úgy vannak fel, hogy nem, azonnal megyünk kifele. Nézzük, Ricky, mit tervez? Hatch play? Megmenti a barátját? Nikola elmegy lecsekkolni, nem, itt van a húk körül, és az ajtót is tudja egyszerre őrizni, na nézzük. Ricky ebből mit tud kihozni? Egyelőre nem sokat, de úgy látszik, hogy nem vette észre Nikola, itt nagyon nehéz lett volna észrevenni egyébként, úgyhogy ki tud menni Ricky is, ez bizony szekurolta Nikola a kijét. Haniel hal, a többiek kim vannak, szép munka, ez a legerősebb sosi kör volt eddig, sosi team kör volt eddig, amit láttunk, nagyon szép volt, így van. Úgy van, szép volt, G to the G. Nagyon szép volt. Very well played. Nézzük, hogyan reagál erre. Ugye a Survivor csapat a Krokiéknak. Nem lesz egyszerű ellenük, azt kell, hogy mondjam. Így van, 4 hook lett 2 first hookkal. Pontosan. Vagy 5 hook lett végül? 5 hook lett végül. 360 volt a legjobb, ráadásul 2 darab 360-t is láttunk. Úgyhogy nem semmi, persze, ugye kontrolleres, könnyebb ellene beadni, ez igaz, de ettől függetlenül láttuk, hogy Nikolának azért nem olyan egyszerű ezeket beadni, de sikerült beadni, de igen, biztos egy PC-snek nehezebb lett volna ebbe, igazad van, hogyha ezt gondolod, de minden esetre nagyon szép volt Rikitől, mert nagyon sok múlott ezen, hogy ne tudja nagyon gyorsan kiszedni ő Nikola. Úgyhogy ja, ez kellett a sosi teamnek, for sure. Pi. Tu. Na nézzük, Nokedli veszi át akkor a killer helyet, ugye tudtuk. Nokedli vs Nikola. Na nézzük, hogy készültek fel Krokék erre a mérkőzésre. We'll see. Tü.
Kíváncsi vagyok. Egy pillanat is jövök egyébként, srácok. A map megvan, visszérek, mire kezdődik, nyugi. Nyugodtan redizzetek, ha megvagytok. Na mi van, mi? Azt hiszem, nem érek vissza. Természetesen visszaértem. Nézzük, itt is vagyok, átérzaj, hogy lesz a bim-bum-bám. Jó, tehát a kávé gyorsabban butok egy 10%-kal. Ez kellett. Úgyhogy ja. Jó, let's go. Közben feltelepítettük a kém programokat Krokinak a gépére, hogyha vissza fogjuk nézni, mit csinált az elmúlt 20 percben, 25 percben. Elküldtük a trójai falót, a vírusokat a csapatnak, úgyhogy meg lesz oldva, lesz fucking go. Véletlen leáll, kifüstöl majd a PC-je, hogyha valami olyan program van, vagy valami, ha meg volt itt van a stream. És hang is volt rajta, meg minden, úgyhogy egyszer csak kigyullad majd a tápjuk. Na nézzük! Hogy állunk? Kroki már itt is van, Buba, Hassan, Nokedli, nézzük. Ja, ez a fegyver, ez nagyon tetszik amúgy. Szerintem ez nekem nincs meg. Na nézzük, az anális penetrátort elővette Nokedli, azt mondta, hogy na gyere ide, feldugom a seggetekbe. Megmutatom én, hogy kell pontot szerezni. Na nézzük, ez sosiknak az utolsó lehetősége, ugye, hogy hát nem az utolsó lehetősége, hanem hogyha most ez nem sikerül, abban az esetben volt az utolsó lehetőségük persze, hogy pontot nyerjenek, el tudjanak hozni egy fordulót. Nézzük, Nokedli, mivel állsz szembe? Hát nem lesz egyszerű dolga, ugye, van egy Kroki, egy Buba, egy Hassan, egy Edem, nem lesz egyszerű átdolgozni magadat rajtuk. Itt nagyon komoly taktikákat kell alkalmaznia szerintem Nokedlinek. Az egyik ilyen taktika az lenne, hogy én úgy kiignorálnám Bubát, mint az állat. Így van, nagyon jól csinálja, valaki mást elkapott, és mennék is valaki másra, az biztos. Nagyon szép, és ott is van a hit azonnal neki. Nézzük, hogyan reagál erre a team. Hassan megsérült. Nokedli nagyon ügyesen nem fókuszál be egy emberre, és közben Edem is kapja a cuccokat, de egyből le is szedi, ugye közben külön nyugodtan tudnak genezni. Nézzük. Oké, meg is van. Jó. Oké. Közben ezerrel készülnek a csinek, szóval egyáltalán nem unatkoznak a srácok. Nem pihennek. Nézzük, már leizálódott az összes gen, ugye látjuk megint. Ez a perk nagyon népszerű itt most ezen a meccsen a tornamentnek. Hoppá, itt nagy cserélgetésekben vagyunk, ahogy látom. Oj. Bum. Kapta is Edem, gyönyörű. Nézzük, Nokedli, hop, itt tudjuk, hogy mire készül Edem, nem hiába, oj, de még sikerült előtte megsebezni, de így van, nem hiába jött föl, nincs egy olyan bolond survivor, aki balance landing nélkül feljönne, és azt is bekapta, Jézusom, Nokedli se kell félteni akkor, hogyha snipe-okról van szó. És le is üti, hát ez nagyon nehéz helyzetbe kerültek most Rokék, mennek ezerrel a genek, ahogy látom, megy a reset, nagyon szép, de mennek az akasztások is, mint az állat, úgyhogy ezt tudja, hogy felkészült Nokedli erre a napra most. Oda néz, micsoda testtartása van a hölgynek, hát azért na. Látszik, hogy nem ma kezdte elriszálni a csípőjét, igazi,
Igen, így van, így van. Erre most több kommentet nem fűznék, köszönöm. Mielőtt még cancelölnek engem itt a Twitch-en. Na, hogyan tovább? Közben láttuk, hogy Eszen bekapott egy madarat. Jó az étvágya a srácoknak, hogyha madarakról van szó. Szeretik a madárhúst. Nézzük, Kroki vette föl most a dolgokat, az agrót. Közben úgy van vele nokedli, hogy lefordul Krokiról, mert a Shrek-nél erre most nincs ideje. Az egy óriási szám volt Bubától, nagyon szép volt. Fagyos is lehetett volna ott még a helyzet, de azért mínusz egy paletta Nokedlinek, és nézzük, hogy megy tovább, hogy megy tovább. Ujjjj, double snipe-okat láthatunk itt, kérem szépen. Annyi snipe, annyi fele, hogy azt nem tudom mindet mutatni, mert nem látszik az összes. Aha, azt pont látta az ablakból Kroki, de pont elég neki, hogy el tudjon menekülni, viszont megint felszedte a madarakat magára, pont időben le tudta szedni, az nagyon szép volt. Még nem készült el egy generátor se, de most mindjárt eldurran szerintem legalább egy, de szerintem kettő. Úram, hogy tehát már megint kapják a növényeket, nézd meg. Hoppá! Az foglalt, elnézést, az foglalt az a izé. Ajaj, foglalt volt a locker. És ebbe belehaledem, bizony, óriási hiba, lehet, hogy szétesett a mentája a csapatnak, hát az mi történt ott a lockerbe? Nem szóltok egymásnak, hogy foglalt a toj-toj, ajajaj, rányított, és a földön van Hassan, akinek már van egy húkja, és a földön van Edem, akinek van még egy húkja, de palett alatt van, viszont tudják, bubáik, hogy nyomni kell a geneket, mert ez így bore nem lesz jó, pörögni kell. Na nézzük! Hogyan tovább? Ó, ott a közelben volt, de nem találtál, ugye ez a Jen nem fog elkészülni. Ez nem tudom kinek a Jen-e volt, de ha nem a Bubáé, vagy Bubáé volt? Nem tudom, mert akkor lehet, hogy már három Jen is nagyon jól áll, és igen, nem figyelik, úgyhogy őt is fel tudja akasztani. Elképesztő. És oda néz. Puff, már le is záródott két Jen, úgyhogy tudja, hogy melyik két Jenen dolgoznak. Nagyon okos ez a build, amit hozott. Viszont az a Jen elkészült. Úgyhogy elég jól állnak a Jenek egyébként. Nincsenek akkora hátrányban Bubáék, mint aminek látszódik. Itt bizony nem olyan vészes a helyzet. Nagyon szép. Egyébként ez a csávó, én nem tudom, mit csinál. Elküldi a madarakat, és mindig eltalál valamit. Szóval ez már kezd gyanús lenni. Haló? Mindegy. Megint eltalált valakit, nyilván. Szerintem ez egy ilyen 97%-os hittalálat egyelőre. Ezt a programot majd elkérem tőle a meccs mérkőzés végén, mert nagyon tetszik. Így lehet, hogy nekem is több kedvem lenne artistozni. Folyamatosan látja ugye, hogy hol van az enemy. És egyértelműen azt mondja, hogy én bizony ateista vagyok, nem hiszek a God Palette-be. Való igaz, nem mentette meg a God Palette semmitől a Survivorünket, ráadásul detukos, szóval 4 Jennél el is kell köszönjünk tőle, viszont ez a Jen már legalább 80%-os, ez a Jen legalább 99%-os, és sikerült is beszerelnie, úgyhogy még semminek nincs vége. Úgy néz ki. Oly. Oké, még egy generátor elment, én mondtam nektek, chat, itt még nincs vége semminek, a srácok ráültek a gyerekre, csak hát akkora volt a pressure, hogy nem volt idejük befejezni, de beleszerelni bele tudtak, úgyhogy kettő darab generátor van hátra, ez nem meglepő, Nokedli nagyon szépen tartja egyébként magát, ez a team ellen, már is 3v1-be kell megőriznie a geneket, ugye. Az a fontos, hogyha most legalább egy gen meg tud őrizni, akkor ugye az már egy pont lenne nekik, de Buba ennek erről más véleménye van, már szereli ugye a bolondos generátort. Jó, ez nem tudom, hogy nem volt hit, de ez óriási, ez nagyon jót tesz most Krokiéknak, és le is tudta szedni magáról. Ez nem tudom, hogy nem volt hit. Na ez viszont itt cserébe visszakapta, szerintem ez nem kellett volna hit legyen, na mindegy. A DBD istenei döntöttek, úgy döntöttek, hogy Kroki már pedig ma megsérül. Nézzük. Igen. Közben a generátorokat figyeli, a snipe-okkal beszarok egyébként. Én azt mondom, hogy Kroki célozta, de szerintem nem Kroki célozta. Csak beszorította így, de miközben ő ellenőrzi a generátorokat. Ez viszont már Krokira ment. Viszont így leesett 93%-ra a pontossága a fiatalembernek. Nézzük, hogyan tovább. Megjátszott a mind game-et Kroki, és szerintem Kroki dead. De bizony, földre került. Viszont Edem közben gondoskodott az egyik Jenről, már több mint a fele megvan. Mit csinál Buba? Buba itt van a közelbe, kapta is a healt, a healt nem annyira. Úgyhogy most őt próbálja egy kicsit kiszorítani Nokedli, hogy ne tudjon visszajönni a snipe-okra. Ez beviszi Buba ez a generátorhoz. Ja várja, az mind a két generátor mindjárt elkészül. Az nagyon kemény. Az nagyon-nagyon kemény.
Jó. Ott van az a gyeng, az a generátor lesz, lezáródott, ez viszont még nem záródott le. Ott próbál majd snipolni egyet, de szerintem az kevés lesz. Ja, lezáródott a gen. Oh, az is lezáródott. Hatalmas, nagyon szoros, nagyon szoros. Nokedli most nagyon nagy a pressure, meg Krokiékon is. Persze, mind a két csapaton. Most mit csináljanak, mit csináljanak? Krokinak még csak az első, hogy a Kroki leszedte saját magát. Óriási, óriási. Óriási. Oj, nagyon kemény a szitu, nagyon, ott van Buba, látjuk, próbálják befejezni azt a gent, közben Adam gondoskodik a másik generátorról, elkészült. Nehéz, nagyon hatalmas comeback ez Krokiéktól, azt kell, hogy mondjam. Óriási, amit művelnek. És meg is van az ütés, meg is van az ütés, nice. Ja tényleg egyébként, ugye? Jogos, amit mond Krisz. Bizony. Most elkészült az összes generátor. Viszont több húkja van a fiatal embernek. Arról lemaradtam most. Elmiszelte a DS-t? A macska rúgja meg. Nem láttam, sorry. De hogy miszelte? Nem miszelte? Arra lemaradtam. GG. Szép volt. Bum. Igaza van egyébként, igen. Ez így eldölt akkor. Szívás. Annyi baj legyen, nézzük. Sosi, Haniel, Nokedli és Adam Hun. És Braliz, akik ugye most itt egymásnak feszülnek, Sosi nagyon bízik ebbe az új skinjébe, nagyon adom egyébként. Megjelent Haniel Nancyvel, a kedvenc karakteremmel, Nokedli, de nézzük Adam. Tudjuk, hogy vágja a snipe-okat, vágja az orbitális snipe-okat, meg az orbital strike, meg a snipe. Nézzük, hogy ez elég lesz-e. Sosi nem vette észre, hogy vele szembe van a killer, a háta mögül várta. Jó, szép, nem volt belőle óriási baj. De bizony, óriási baj volt belőle. Sosi azonnal a földön, elképesztő. Úgy látszik, hogy földre készítették a csapatkapitányt azonnal. Nézzük, hogyan tovább. Ki a killer? Adam Hun, a tanítványa, Avokádónak ugye, aki a Huntress Guard tanítványa. Nézzük is. Aha, tudtok szavazni egyébként ott fönt a linken. Nagyon szépen, köszi Varga. Az éjjel nem érhet véget. Oké. Na nézzük. $100. Nokedli? Necces? Donatelli tud Donatello, bedurant. Nagyon szépen, köszi Varga, egyébként nagyon hálás vagyok. Ugye ezt már többször láthatunk tőle, ezt a play-t, hogy overcome-on Nokedli azt mondja, hogy na csá, léptem gyékok csókanyádba, meglátok téged, beverem a gyékod. Ez nem így van, de Nokedli átköltötte ezt az egészet, nagyon jól tette, mert ezzel értékes másodperceket nyer a csapatnak. Nézzük! Megvan! Kidodzsolja anélkül, hogy hátranézne, neki nem kell hátranéznie. És megint jól döntött, ez eléggé necces volt, eléggé 50-50 volt. Én úgy érzem, hogy úgy látszik, hogy nem hisz a God Palette erejében. És milyen jól teszi, mert én hiszek az erejében, és ledobtam volna. De Nokedli nem dobta le, szóval plusz egy paletta megmaradt, és nem is ment földre. És a killer egy másik embert is kellett, hogy megkeressen. Egyelőre egy Sosi akasztásunk van, egy sérülésünk Nokedlin. Megtaláltuk közben, az nagy probléma. Megtaláltuk közben Sosit. Akinek már van egy akasztása, és még mindig nem ment el egy gen, de nyilván egyébként. Ha Braliz, ha nem ülne a gépen, akkor ne lenne az a neve, hogy Braliz. Ugye? Ezt nem tudom miért mondtam, elnézést kérek mindenkitől. Sosi közben megjátsza a mindgame-et, nagyon szép volt. Így van, Braliznak egy küldetése van. Betszerelni a világ összes generátorját. Ő nem szarozik, érte? Jaj, unalmas genezni, jaj, nincs semmi akció a skillcheckekbe. Szarok bele, tesó, legrájdolom a geneket, itt többről van szó, itt a barátaimról van szó. Nagyon szépen csinálja, és Sosi is mindent megtesz addig, hogy minél később, ez már nagyon szép volt amúgy Sositól, hoppá, itt már a türelem, a pontos skillcheck. Jó, OTR-je volt, ezt nem figyeltem, és megjátsza a swinget. Nézzük, hogy innen ki tud-e jönni még élőként. Megcsinálja, és még mindig nem megy földre. Értékes, ha most elbalansz landing-el, akkor összeszarom magam egyébként.
Oké. Okay. Én szerintem el is váltom a képernyőt, ez túl durva volt, ez túl durva volt. Elbalansz landingelt, mielőtt szétszopatta a killert, vagy miután szétszopatta a killert, azt mondta, hogy tudod mit, én itt befejeztem, nekem itt már nincs több dolgom, és a killer arcába fejez, jó, én úgy látom, jó, sikerült ledobni Eldennek, ez nagyon jó jött, de én úgy látom, és sikerült, oké, nem mondok semmit, ez az átkom volt, elnézést, azt akartam mondani, hogy nagyon összeszedte magát a Sosi csapat, és úgy volt veled, attól függetlenül még, jó, ez érzelmi hullámvasút, közben azért elment még egy generátor, azt akartam mondani, hogy nagyon összeszedték magukat, és bosszút állnak azokért, amik eddig történtek velük, de erre fogta magát Adam, és két embert, papá, ennyi, kész, földre is küldte őket, ahhoz Adamnek is lesz még egy-két szava, hogy itt ki merre veri magát, ugye, milyen gyorsan, nézzük, hogyan tovább, miről beszélsz, Ricsi, milyen egybe tíz óra, miről beszélsz, szedd össze magad, na nézzük, sikerült lepauzolni, ugye most itt nagyon megint Sosi az első, aki deathookra kerül, most nagyon vigyáznia kell magára, mert bizony, Adam szerintem vérszemet kapott. Nem kapott vérszemet, azt mondja, hogy várjál? Láttam én már Nancy playert, nem félek tőlük, rám egy Nancy-re. És kifogyott? Nem fogyott ki, de valamiért az M1 mellett döntött. Nézzük, hogyan tovább. Beakadt Nancy, de... De a hitbox elkapta, már azt hittem, hogy megjátsza, közben Sosi tudja leszedni a barátait, és hát ne legyen a neve Braliznak Braliz, ha nem éppen egy Jennen ül is, mint az állat szereli, ugye? Nem hiába Braliz. Nézzük, hogyan tovább. Én nem akarlak provokálni, Ricsi, én tökéletesen elhiszem, hogy te ezt komolyan gondolod. Nem kell felhúznod magad, nyugodjál meg, jó? Léci, Varga, egy ékideg viszki, töltsetek már ki Ricsinek, mert szétbassza az ideg. Őt is szétveri ez a verseny. Dráma, akció, izzadás. Tele van mindennel. Töltsetek neki valami hideget, mert nagyon ki van. Szerbusz, Krisz, szerbusz. Üdvözöllek. Mr. Avocado és a mester is tiszteletét tette, óriási play Nokedlitől, sikerült még időben levágnia, mondaná egy hihi pingdif, sikerült időben levágnia a palettát, de egy elég kellemetlen szituációba találta magát, de még nem deathookos, az egyetlen előnye az, de jó, Nokedli, jól van, szép volt, még azért megforgatja egy picit Edemet, sikerült még több értékes időt nyernie Braliznak és a csapatnak, hogy tudják szerelni a geneket, sikerült resetelniük, nézzük. Nem volt pain ez itt, legalábbis ebbe a jambe nem volt pain ez a tuti. És közben többen is elkezdenek jenezni, eszméletlen. Oké. Nézzük, hogyan tovább. Hop-hop, hip-hop. Kapta Braliz, nézzük. Braliz úgy van vele, bassz meg, most miért rajta van a killer? Hát én jenezni jöttem be, nem izélni, csészelni, normális vagy? Még egyet sikerült dodzsolni, de bizony Braliznak is eljött az idő, hogy földre menjen, nincs mese. Eljött az ő ideje, hogy meglátogassa a húkokat, ami nagyon jól fog jönni most Adamnek a lehető legjobb kor, mert ez bizony egy pérez volt még, beláttuk, hogy bele is ment a Jen, be a pérez, és utána még tartogat egy kis meglepetést. Így van, tartogat még egy kis meglepetést. Adamünk lezárta az összes chat, mindenkinek megvan az első akasztása. Bizony, lezárta, most van legalább 42 szeke, vagy nem tudom, 40 valamennyi. Hogy abjúzolja a Huntress hitboxot, ugye? Nézzük. Nagyon-nagyon szoros összecsapás, azt kell, hogy mondjam. Még semmelyik oldalra nem dölt el. Nokedli meghalt közben a húkon. Hoppá, az kellemetlen. Fordulatok egyike. Úgy látszik, hogy Adam nagyon szépen járőrözött. És Nokedlinek halnia kellett. Na most már jól javában lecsökkentek itt a Jen szerelési esélyei a Sosi csapatnak, de még semmi nincs vége, amíg Braliz életben van, addig ne félsz a Jeneket. Azt meglátogatta egy hecsit, 200 kilométerről Sosit, az kellemetlen egyébként, az roppant kellemetlen, és ez egy nagyon nehéz loop, ezt nagyon nehéz megjátszani Survivorként, ezt általában érdemes pridroppolni, és ez bizony azt jelenti, hogy Sositől is el kell búcsúzkodjunk, viszont plusz még egy Jen. Az igen. Na nézzük. Mit tud kihozni ez a két srác a meccs végén? Vagy Adam, hogy tud ebbe közbeszólni? Nézzük. Látja, hogy ez a generátor egyébként egészen el van már kezdve.
Itt egy resetelnek csillesbe, érted? És három gem van, elég lassú Huntress, úgyhogy ez simán meg lehet. Látja, hogy egy genre kell szerintem koncentráljon, szerintem splitelni fognak, vagy majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi a terve ennek a csapatnak. Ez simán kihozható még a srácoknak. A kérdés, hogy képesek-e rá? Óriási ötlet Edemtől egyébként, hogy felmegy a high groundra, mert ugye a Star Wars óta tudjuk, hogy I have the high ground, Anakin, don't try it, és pontosan ez a high ground megadta a lehetőséget arra, hogy kiszúrja Henielt. Na ez viszont már tényleg nagyon nagy probléma. Óriási miss Edemtől. Nézzük, hogy ez elég az, hogy eljusson egyáltalán bárhova Heniel. Braliss természetesen azonnal genem van. Heniel még nem Deadhookon, és Braliss se. A kérdés, hogy mit fog csinálni Braliss, ugye, ebbe a szituációba, vagy Edem? Földön hagyja? Úgy látszik, hogy földön hagyja. Érdekes. Nagyon kemény a helyzet, nagyon kemény a situation. Elképesztő. Pi-pi-pi-pi-pi-ri-pi. Jó. Oké. Nagyon szép. Meg is van Braliss. Heni a húkol, akkor viszont ez lejárt. Akkor ez viszont ennek itt egyennél vége ennek a mérkőzésnek. Óriási mérkőzés mentek a srácok. Edem is a húkon, Braliss is a húkon. Úgyhogy a... és még eltalálta a húkon azért, tudod innen. Azért megmutatta, hogy azért mire képes az Orbital Striker. Meglátta, hogy mi? Benn van Avokádó a chaten? Na jó, akkor gyorsan snipe-onok egyet, tudod? Hogy azért lássák, hogy na azért nem hiába tanultam ennyit. Megmutatta, hogy... hogy mire képes a fiú, GG, egy kis elpénisz növelés. Nem volt rossz, egyik oldalról se nézzük, hogy mi a visszavágó. Mi fér bele a visszavágóba igazándiból, ha? Nézzük meg. Mindenképpen. Na nézzük, mit tudnak kihozni. Kroki, Riki, Nikola, és Buba, Hassan, és Kroki, és Riki, és Nikola, és Buba, és Hassan, és Kroki, és Riki, és Nikola. Jó, befejeztem? Na nézzük, Riki mit tud csinálni? Mit tud kezdeni ezzel a szituációval? Most nagyon sok forog rajta. Sosék megtették, amit tudták. Nézzük. Mit tud kukája krokék ellen kihozni? Úgy látszik, hogy... Miki megforgatott itt mindenkit. Nézzük, hogy Krillerbe is megforgatta mindenkit. Hoppá, ez egy óriási hiba volt, és kapja is Nikola a hitet. Ajja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 j
átdob a láthatatlanságon. Tudja, hogy hova kell célozni. Nikola azonnal a földön. Nagyon szép volt a hitbox abuse-olás. Nagyon kellett neki. Nagyon-nagyon kellett neki. Nagyon szép. Óriási. Very big. Hogyan tovább? Oké. Nem talál egyelőre senkit. Volt egy akasztás, hogy gyorsan Kroki direkt megmutatta magát neki. Szerintem ez a terv része. Nézzük. A soros terv részének tűnik ez. Közben a többiek nyugodtan tudnak csenezni, az jó hír egyelőre a Kroki csapatnak. Nagyon szép Krokitól. Higgadság, kicsit beakadt, nem kezdett el pánikolni. Futi van tovább. Nézzük, Ricky próbál bevágni elé, közben itt Nikola tud egy nagyon jót részletelni, ami hatalmas, mert nem szükséges ember, hogy részleteljen, úgyhogy ez most nagyon jót tesz a Kroki csapatnak, az biztos. Az tutti frutti. Na nézzük. Hogyan tovább? Pi. Jó. Oly, de nagyon szexi play volt. Megvárta, még oda megy. Sprint burst. Tud-e dodzsolni? Tud, viszont vigyázni kell, mert neki már van egy húkja, ugye 5 gem van hátra. Nézzük. Nikola nagyon türelmesen kivár, nézi a redstaint. Újra kell tölteni a killenek. Nem találja, hogy merre ment Nikola valamiért megmutatja magát. Oda néz, megint dodzsol egyet. Nézzük, ebből már elege van Rickynek, én úgy érzem. Azt mondja, tudod mit? Most meghalsz. De Nikola azt mondja, hogy tudod mit? Te engem ne fenyegessél. Majd akkor alok meg, amikor akarok.
és én nem most akarok, és nem megy le a földbe. Tipik erőszakos nő. Mindig az ő szava az utolsó. Bizony nem ment földre. Elképesztő. Újra kell tölteni a killernek. Készülnek. Nagyon keményen a gyerek. Nagyon erősen kezdett Ricky. Most egyelőre nagyon-nagyon szépen tartja magát a Crocky team. Hop-hop. Nézzük, hogy megvan a Hassan. Bum! Megvan bizony. Nem sikerült neki beszámolnia. Viszont óriási pressure a Jeneken. Elképesztő. Unbelievable. Új, de nagyon közel volt, de nem volt hit. Hop-hop, ebből lesz vakulás? Nem. Nem ment be, Ricky, inkább berengott a gembe. Úristen, ez már mindjárt lezárodik, ez a gem, what the fuck? Az hogy lehet? Az nem jó jár Rickynek, ott már belerugott legalább 4-et. És elkészült az első generátor, viszont ez lezáródott. Aha, elég komolyan készülnek a genek. La. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Jó. Hogyan tovább? Készül a következő generátor is, simába egyébként. Hol van a killerünk? Itt a seg közelében, de valakit üldöz, aki sérült. Nagy a baj. J. Romero, nem elég. Óriási a baj. Na nézzük. Ez viszont bizony be fog szerintem szerelődni. Nagyon szép egyelőre a csapattól. Nehéz helyzetben Ricky. Látszik, hogy nem szokott ezzel a killerre játszani. Ezt a verseny hozta ki belőle, hogy most ezt neki be kellett vállalnia. Bátran belállt a challenge-be, tudta, mire vállalkozik. Őt nem lehet ennyivel megjeszteni, hogy olyan killerrel kell játszani. Sőt, lehet, hogy killerezni se szokott, azt nem tudom. De őt nem lehet ilyesmikkel megijeszteni. Így van, Deadlockhoz most lezárt egy gent, nem tudja, és nem is akar overcommitelni, de mintha túl hamar engedni el az embereket, és bezárult még egy gent, és akkor tudjuk, hogy ez is mindjárt elkészül. Óriási pressure-t raktak most a survivorok a killerre. Ajja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 j
széthúzzák mindenhol, mindenhol, mindenhol. Keresik a pajzsod alá, és mindent erőszakosan szerelnek befele, úgyhogy itt a deadlock nem sokat tud segíteni. Igen. Igen. Itt bizony problémák adottak. Hassan megsérült, közben nézzük. Még nincs vége. Ojé! Azt mondta Ricky, hogy merjél be, baszlat, hova szaladsz? Nagyon szép is ez Hassannak. Az első húkja lesz csak sajnos, egyébként egy húkja van Nikolán. Ajja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 jj
A mapot húzzák szét, mindenhol a pressure-t szétterítik az egész mappon, de neked a seggedet fogom mindjárt széthúzni ilyen gondolatok után, te pervers vadállat. Nézzük. Nagyon szép volt egyébként ez a dobás, azért ott voltak megmozdulásai egyelőre Erikinek már. Még nincs vége a mérkőzésnek, nem szabad túl hamar elítélni, bármennyire is rosszul áll a helyzet, bármilyen nehéz szituációban lehet visszaérni, és gondolj bele, képzelj egy négyes slagot, bam, és vége, fekszik mindenki. Mindenki fekszik. Nézzük. Aha, meg is találtuk Nikolát, akinek már volt egy akasztása, de megint egy gyönyörű sprint burst play. Hopp! Nem lehet, Ricky, úgy érzem, hogy most melegedett be amúgy a csávó. Most dobott eleget, hogy úgy érzed, hogy nagyon van, most már bemelegedtem. Hopp! Nagyon szép. Jaj! Ó! És pont elrakta, mert ez soha nem játszotta meg ellene senki. Készülnek a gyerek, úgy néz ki. Készülnek a cserek. Oj, és el is engedi, szinte túl hamar engedi el szerintem őket. Túl hamar várt Rikén, úgy érzem. Úgy érzem. Na nézzük.
Aha, itt kettes, most kettesbe fogom cserélni, ebben sikerült belerugnia. Nézzük Hassan. Hopp, hopp, megpróbálta megforgatni, nem jött össze, beragadt, nézzük. Ricky le tudja eltolni ezt a chase, ha érted, mire gondolok. Hopp, hopp. Nem, mellé ment. Mellé ment biza. Hát az a Jen az be fog készszerelődni. Így van, azt a Jen szerintem már nem tudja megakadályozni. Bárhogy is szeretné Ricky, így van, eldőlt a mérkőzés. Sőt, az egész versenynap egyébként eldőlt. Akkor ebből nem lesz döntő game. Ez 3-1, ez biza 3-1. Az is durva, itt is, hogy Ricky kontroll elnyomja, ami egy Hunter számomra hihetetlen. Ja tényleg, ezt én nem tudtam. Azt hittem, hogy csak ilyen rosszabb a, hogy hívják, tudod, a kamera, sajnos a kasztümbe, de a kontroll elnyomja, az nagyon kemény, hogy még így is mekkorákat ütött. Jézus Mária. El tudod képzelni, hogy Hunter szerzel kontrollerel? Mert én nem. Én nem tudom elképzelni. Oké. Big? Te azt csinálod? Le a kalappal, uram. Minden Huntress. Huntress, és kinyírta egy, kim vannak négyen, GG, de ez igazából eldőlt. Gratulálok Rickynek, hogy bevállalta, akkor kontrollerről. Megjönni kellett, jött, de sajnos ez most nem volt elég a mai napon. Úgyhogy megvan a győztesünk hivatalosan, gratulálok mind a két csapatnak, G to the G. Ne, sokat várunk, ez látszott is a csapatokon, sokat várunk el tőlük. Úgyhogy ez ilyen, ez sajnos, vagy nem sajnos, de 3-1 Kroki csapatának, és de viszont a jó hír, hogy egyikőjük sem esett még ki, úgyhogy még nincs vége semminek, erről mindjárt beszélünk még. Azt mondom, hogy mielőtt elmondjátok a véleményeteket, erről hallgassuk meg a csapatkapitányokat, vagy a csapatból valakit, hogyha valakit küldenek interjúra. Hallgassuk meg őket. Hogy akartok küldeni valakit? Amúgy ezt nem gondoltam, hogy Kroki csapata nyeri, de szép volt. Így van, GG. W csészek. Szívem szakadt a Huntress szüktől. Én szoktam boxon, ha van rá napim, simán sírni szoktam a végére imádkozni. Szoktam, hogy csak a 4 dobás legyen meg, ami kell a küldihez. Várom, akkor Sosi jön, oké? És akkor Sosival kezdjük, mert ők voltak, akik most alul maradtak egy picit. Jó. Nézzük. Ott is van, meg Kroki, jó, a két csapatkapitány jön. Jó napot kívánok, uram. Szervusz. Hát először is hagyj gratuláljak. Nem volt ez olyan rossz szerintem, mint ami, bármint így az 1-3 miatt. Nagyon szoros gémek voltak, nagyon ügyesek voltatok, és le a kalappal egyébként így végigküzdöttétek. Ja, pont ezt akartam megdicsérni a rendezvényben, amit megint sikerült összehoznod. Fantasztikus eseményeket sikerül így összeszervezned, rengeteg érdekes ember, rengeteg érdekes játékstílus, rengeteg érdekes stratégia, tehát fantasztikus dolgokat lehet látni egyébként körről körre, csodálatos embereket lehet megismerni, ugye ezáltal tehát 4 olyan ember van a csapatomban, akikkel én korábban soha nem játszottam együtt, nem tudtam róluk semmit, annyit tudtam róluk, hogy amit láttam ugye a selejtezőn, azután nagyon sok minden derült ki róluk, kiderült, hogy ugye ki hogy tud játszani, ki mit tud, ki mire képes, és az a fejlődés, amit az elmúlt héten mutattak, nekem minden győzelemmel felér. GG, de ugye még nincs vége, ezt tudod? Persze, természetesen nem. Még nincs vége, jaj, nem szaladtunk el sem erre, tehát még a vesztaságról mi még visszajövünk. Így van, ez csak egy veszteság. Persze, én mondtam a srácoknak is, hogy egy hiba nem hiba. Innen még visszakanyarodunk simán. Szóval aki a döntőbe eljut, azzal még úgyis van esély találkozni. Innentől csak még szigorúbban fogunk gyakorolni, és még több időtök is hozzátenni. Lesz. Igen, mert ugye most elég kevés időtök van gyakorolni, ezt tudti. Igen, ez a pár nap ez elég kevéske volt, de tényleg a srácok mindent beleraktak egyetlen zokszó nélkül. Minden elképzelésemet úgy valósították meg, ahogy szerettük volna, tehát tényleg oda tették magukat. Az, hogy voltak gyengébb pillanataink, ugye az meg hát nyilván az Krokiék csapatának a stratégiájának köszönhető, tehát mi sem tudtunk felkészülni mindenre, aha, de nagyon jól helytáltak a srácok. Egyetértek, jó mérkőzések voltak szerintem, ügyesek voltatok, és ja, ez respect nektek, hogy nem is akartad az újrajátszást.
Ja, ez egy kicsit kellemetlen lett most ez a szitu. Nem tudom, hogy akarsz-e kommentelni hozzá, Nem, vagy nem. Igazán nem szeretnék. Tehát ez mindenkinek a saját lelki ismeretén szárad, mindenki eldönti magának. Igen. Ahogy ugye erről beszéltünk, ugye én egy kicsit radikálisabb és szigorúbb ember vagyok, mint te, de ugye erről beszéltünk már jóval korábban, hogy ez az egyik pozitívum a te csatornádban, hogy te ennyire optimistán és pozitív szemlélettel állsz mindenhez, én ezt nagyon szeretem benned. Aha, hát ez biztos, erre én nem vagyok vagyunk. Annyira, tehát hogy én már egy kicsit öregebb és fásultabb, vagy nem tudom, milyenebb vagyok, ami miatt én sokkal szigorúbban szemlélem az embereket. Aha. Hát igen. Hát sajnos ez nem tudok neked semmi olyat mondani, ami... Ne, hát ez egy ilyen szituáció, egy ilyen rendezvényen elkerülhetetlen, tehát ugye múltkor is voltak kisebb-kisebb baklövések, ugye itt nyilván, mint te szervező, amilyen döntést hozol. Hát itt hibáztam, az biztos. Azzal fog mindenki majd együtt, azzal kell mindenkinek tovább menni. Én elfogadom a döntésedet, én elégedett vagyok vele, és jó lesz így. Így is tudunk nyerni, tehát annyit nem buktunk akkorát. Bocsi, azt mondom, hogy befejezted, mondjad csak? Nem buktunk akkorát, hogy ne lehessen visszajönni belőle. Annyit tudok erre mondani neked, hogy ezt már kitaláltam, közül beszélgettem itt egy pár emberrel a háttérben, hogy beleírjuk a szabályzatba, ez tényleg az éjjében volt, mert erre számítottam volna simán, hogy csak az én Discord szerveremen lehet lenni. Ugye, amit azt hiszem lehet, hogy te ajánlottad egyébként pont, hogy lesz benne egy moderátor, felveszek szerintem plusz moderátorokat a verseny idejére, és... A szeretnéd egyébként, akkor itt ezen a ponton fel tudom ajánlani én is magam, mert amikor nem versenyzek, nagyon szívesen itt vagyok, úgyis nézem az összes versenyt, mert érdekel, hogy ki hogy teljesített, be tudok ugrani. Az nagyon kedves, de szerintem olyan embereket fogok, akik nem vesznek úgymond részt a versenyen személyen szinten. Igen, ez mondjuk így. Meg még egy dolgot találtunk ki. Szóval itt a Discord szerveremen... Ja, és nem léphet be senki más, csak ti, csak a csapatahoz, szóval nem jöhet be idegen a kolba. És akkor látjuk, hogy kik vannak benne, és akkor csak azok, akik a csapat tagjai öten, ők lehetnek benne, plusz a moderátor. És akkor most innentől kezdve így fogjuk nyomni, és akkor... Ezeket el fogjuk kerülni, a gyanús pillanatokat, vagy ilyesmi, nem lesz szerintem többet ezzel gond. Innentől én elégedett vagyok. Hibázik az ember, az előfordul, mindenki hibázik. Tanulunk belőle, akkor én elégedett vagyok. Ha nem tudunk tanulni belőle, az lenne a baj. Úgyhogy ezen biztos, hogy ezt fixálni fogom. Úgyhogy kösz szépen akkor. Én köszönöm neked is a szervezést, a játékot. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt miért elmész? Igen. Itt most nem tudom neked megígérni, erről majd beszélünk, de mindjárt majd írok nektek a csapatba inkább, mert erről még nem tudok neked beszélni. Azt, amit tudok beszélni, nem tudok beszélni, majd este írok nektek a cuccba. Jól van, keres, és akkor beszélünk róla. Minden csapatkapitány. Na jól van, kösz szépen. Oké. Szia. Hello. És akkor jön Krokink, a győztes csapat csapatkapitánya. Üdvözlöm, uram, üdvözlöm. Először is hagyj gratuláljak a Victory Royale-hoz. GG. Hello, köszi szépen. Ugye megvan? Igen? Alig kapok levegőt is. Igen? Nagyon ügyesek voltatok, nagyon stabilak voltatok. Amúgy ezt elfelejtettem mondani, sorry, közben itt mondom neked, de sosem, amúgy azt akartam még mondani, hogy ugye akkor nekik azt hiszem megvan az enemiük, de erre nem vagyok biztos. Nektek 100%, hogy megvan az ellenfeletek, a Dara csapat, ugye? Dara csapat. Így van, ti 100%. Azt nem tudom, hogy a veszteságú, hogy megy, hogy őket most besorsoljuk, akkor Backsense berakja őket a programra? Alulra kéne őket. Igen? Ezt a program majd eldönti, igen, hogy ez hogy van, mert hogy jobban tudja. Hogy nem izébek szék ellen, tudod, hanem a másik. Aha, a másik csapat ellen? Igen. Oké. Okay. Jó, akkor valószínűleg oda fogja berakni. Na de mesélj! Mesélj! Igen? Milyen volt a verse? Hogy éltétek meg? Hát borzasztó volt a felkészülésünk, ugyebár utolsó pillanatban volt az, hogy embercsere, mert igen, az egyikünk lemondta. A tegnapi készültség az valami borzalmas volt nálunk. Ezt hogy érted? Hát szombaton csak 2 órát tudtunk gyakorolni, így öten. Aha. 2-3-at. És nagyon nehezen, még reggel gyakoroltunk egy picit, de az már jobb volt sokkal, mint a tegnapi. A tegnapiból elmondtam, az pozitívan állok hozzá, nyerünk, de nagyon gyér volt, de a ma reggeli felkészülés után nagyon jó volt. Az már. Így van. Eredményesnek bizonyult. Hát a Dredge, arra azt akarom mondani, hogy láttam, Chris írta azt, hogy mennyire legit, hogy ott voltak hárman, most oda tépéztem most. Ott volt, mi, hogy hárman voltak a Jedi-en, vagy mi volt? Igen, azt hogy felhozták azt, hogy a Dredge gameplay-en az is megkérdőjelezhető, hogy hárman szereltek ott, most én nem tudtam, hogy ott vannak, random tépézgettem, 3 gen le volt zárva, és 4 nem volt. 2-2 volt 2 oldalt,
A másik oldalt nem volt, hát gondolom a másik oldalt vannak, és pont megtaláltam őket. Meg az Hát... is, hogy szakfesztivált okoztam ott. Aha, na figyelj, én azt mondom neked, hogy már régóta ismerjük azért egymást egy ideje, teljes mértékben Igen. megbízok a szavadba. Tedd a szívedre a kezed, és mondd azt, hogy nem volt stream snipe. Nem volt Steam Snipe. Én ezt maximálisan elhiszem neked. Nincs bizonyítékom, nem fogok megpróbálok majd utána járni valamennyire, de nem fogom kérdőben vonni a szavadat. Ha te azt mondod, hogy nem volt, én tudod, hogy szeretlek, nagyon régóta nagyon kedvelek, jóba vagyunk, de ez ugye nem mentesít téged mondjuk arról, hogyha csaltál, Igen, akkor ugyanúgy. tudom. Ezt is el De akartam egyáltalán nem mondani, volt hogy ilyen. azt is tudod, ugye, Egyáltalán hogyha nem volt. kiderül, bármennyire szeretlek, az sperma. Tudom, Imádlak, de szeretlek. én... Jó. Figyelj, most, hogyha bárki is a csoportból négy Igen. te, azt Igen. nem tudom Jó, bizonyítani, persze, én pedig... én arra voltam kérdés, hogy te ezt nem sznájpoltál-e. Én nem Jó, ennyi. voltam, én És még hogy logolom is, hogyha ki felfedezted megy. volna, hogyha valaki mondjuk túl jól tudja az információkat, vagy ilyesmi. Senki, nagyon senki, maximum tudod, hogy megosztottuk egymásnak, és annyit segítettünk, hogy ott van jobbra fussál, ott volt a scratch mark, ennyi. Aha. De Jó. ilyet lehet, Dobék is csináltak Jó, persze, ezeket. mondom, a legnagyobb probléma, hogy elbújtatok, ugye, ez a leggyanúsabb, hogy elbújtatok Hogy egy is van? másik, hát egy másik Discord, ugye, mindig, minden meccse, ugye nem Ja, volt benne a Bexik. szabályzatba. Tegnap például Bexik nem voltak itt. Nem voltak? Akkor én nem vettem Nem. észre, elnézést. Igen, ez gyanús volt, hogy nem vagytok itt, ugye, mert így nem tudunk nézni, de mindegy, ez igazából nem Egyértelmű. a ti hibátok, mert nem volt megadva, hogy nem lehettek itt, ugye. Ez az én hibám a szervezésben, hogy nem volt kikötve, hogy de itt kell az én Discordomon legyetek moderátora, de mindegy, tanultunk belőle, mondom, én nem mondom azt, hogy stream sniper-oltatok, ha valaki bármilyen bizonyítékkal szolgál, csak ezt akartam neked elmondani, akkor nem kivételezek veled Értem se, én. hiába, tudod, hogy szeretlek, nem az, mert gonosz vagyok, vagy utállak, vagy rohadék vagy, hanem érted, nincs ilyen protekciót, nem adok senkinek. Ha Know. kell, akkor Vargát is kibannolnám, Almát, mondjuk itt lehet, hogy nem merném, de rajta kívül talán mindenki mást. És I ez know. van, de ettől függetlenül mondom, én elhiszem, csak feljött, megbeszéltük, Meg mondom. a legjobb olyan szempontból, Dredge nem játszok sokat. Két gémet mentem, amikor már kiderült, hogy ki mi lesz. Hát mondom, gyorsan muszáj gyakorolni egy kicsit, mert nem a legjobban megy az a killer. De amikor sikerült, olyan mental boostot kaptam, lolba nem Na, kapok és ilyet, ugye voltál. világ. Na, az biztos, hogy le a kalapom, hogy az egész csapat előtt. Buba is hatalmas csészeket ment, te is nagyon-nagyon Ő a ügyesen, legjobbakat. hoztad a killer kört is, és nagyon ügyesen építettetek az erősségeitekre, és ja, felülkerekedtetek az enemin. Azt tudja, hogy most megkaptátok daráikat, úgyhogy ott lesz izzadás, lesz A izzadás. dobolázás lesz, de megpróbáljuk, megpróbáljuk. Én Hát amikor hiszek, elszalad a bízom abban. csapatkapitánytól, az lehet, hogy nem a legjobb, de mindegy. Lehet, hogy nem a legjobb, de Ja. az én a. És akkor ennyi. Kösz szépen, Jó van. gratulál Én még köszi. egyszer, és sok sikert a továbbiakban. Köszi szépen. Nagyon ügyesek Hello, hello. voltatok, hello. Jó, szerintem megbeszéltünk mindent, amit kellett, nem? Chat, mondjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a versenynapról, hogy éltétek meg, milyen volt a közvetítés, a meccsek, a verseny, mi a kritika, mi a pozitív, negatív, jöhet minden, hideg, meleg. Ugye azt hittem, hogy egy ide már lejárt. You make me move, you make me dance, you make my heart beat.